A rendelőben, a betegfogadás rendelési időben a sürgősségi esetek kivételével előjegyzési rendszerén történik. Annak érdekében, hogy a tervezett betegellátás keretén belül az egymással való érintkezést minimalizálják. Ebben az időszakban, és tulajdonképpen az egyéb időszakokban is az új rendszer szerint előjegyzéses rendszerben dolgozunk, tehát előjegyzésre, időpontra várjuk a betegeket. A gyakorlatban ez úgy működik, amikor a szülő úgy látja, hogy baj van, felhívja a rendelőt, megbeszéljük a tüneteket és a panaszokat, és kvázi, hát nyilván főleg az orvos, de közösen eldöntjük, hogy kell -e jönni most azonnal, ahogy egy vagy két nap múlva ráér egy újabb telefon, és esetleg egy újabb kontroll. Természetesen el lehet dönteni házi orvosi szinten, hogy kit kell azonnal behívni. Nyilván a kisebbeket, a csecsemőket, az egyébként korú aluliakat, azok egy másik korosztály, és megint más egy 5 vagy 6 évesnek van láthája vagy köhögése. És így viszont nagyon jól működik, mert nincs várakozási idő, és a váró tulajdonképpen üres, tehát a szülő és a gyermeke egy üres, tiszta, fertőtlenített váróba érkezik. Az egyértelműen súlyos tünetek, mint egy súlyos férzés, egy sérülés, egy törés, egy nehéz légzés, fulladás, akkor a egy-egy kettő a segélyhívó. Lehet, hogy nem hiszik el a többség, vagy a többség ezt nem hiszi el, gyakorlatilag nem. Az én körzetemben teljes mértékben elfogadott, mert ha az ember szépen, lassan elmagyarázza, és nem türelmetlen hangon, akkor a szülők ezt elfogadják. Gyakorlatilag mostanában azt hiszem egy szülő egy kicsit megsértődött, azóta nem hallottam felőled, de ezt most a másfél éve így csináljuk, és nincs panasz, nincs panasz. Mert még egyszer a szülő, lehet, hogy nehéz volt eleinte ezt megszokni, de mégiscsak, és ismétlem magamat rájön arra, hogy neki is jó, ha nem jön be a rendelésre. 20 másik beteg gyerekkel együtt, hanem még egyszer mondom, egy üres feltétlenített ott váró várja. Amikor a gyermek közösségbe kerül, megszokott jelenség, hogy ez amúgy egészséges csemete bizony összeszedi az adott csoport által terjesztett nyavajákat. Ilyenkor persze jöhet az ágynyugalom és a társaságmentes napok. De mikor kell orvoshoz fordulni? A covidos időszak még nagyobb fejtődés elé állítja a szülőket. Ennyi a tünetek, egy sima látha, amit régebben is elbírtak, egy könnyebb váladékos köhögés, megváltozó köhögés, azt nem kell okvetlenül, hogy orvos lássa, sőt, még talán még telefonálni is kell rögtön az elején. Nyilván egy elúzódó dolog. Ott akkor már jöhet egy telefon, és természetesen meg mindent meg tudunk beszélni. Olyan, akkor természetesen, mint a gyerekokat, csak a gyerekosztályra utaljuk egy betegeket. Az utóbbi időben kettő-három súlyosabb légzési panasz, nem Covid merült fel, hanem hörgőgyulladás, azok fölkerülnek az osztályra főleg egyéves korolatiak voltak. Covid-nak azért több tünete van, és egy simán megváltozott csak egy kis nátok és kölgés. Covid az akkor lázzal jár, elhúzódóbb, úgyhogy nem könnyű eldönteni mindig a szülőnek se, de nekünk se, orvosnak, ha annyira fölmerül, akkor vagy tesztelés lesz itt a rendelőben, kaptunk nemrégiben tesztet, de nyilván vissza kell a kórháznak, kapunk újakat, akkor ezt egy tesztel lehet megoldani, hogy sima influenza, vagy, vagy egy Covid. A terápia gyakorlatilag ugyanaz, csak esetleg a Covid-ról azért érdemes tudni, hogy a következmények milyenek, meg ha tényleg olyan, hogy melyik irányba küldjük tovább. A vádóteremben csak orvosi ellátásra érkezők tartózkodhatnak. Olvasható a bejárati ajtóra dagasztott plakáton. Elvárás általában, hogy egy kísérő kísérje. Kisbaba, ott belefér a két szülő, vagy egy nagymama esetleg, és, és akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy azért is jó az időpontfoglalás, mert akkor ketten vagy hárman vannak csak ott a váróban, tehát nincs keresztfertőződés. A kettes számú körzet gyermekorvosa ez ideig nem ütközött semmiféle atrocitásba a megváltozott rendelési szokások miatt. És mint fogalmazott, a megfelelő ellátást minden kis páciens megkapja.